Marianna, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat egy kávéra, és ezzel együtt egy beszélgetésre. Mindketten nagyon szeretünk kávézni, úgyhogy valószínűleg a beszélgetés mellett az is jól fog esni nekünk. Hogyan kérnéd a kávét, feketén vagy fehéren? És a beszélgetés is jól fog esni, tudom, mert hogy igen, a beszélgetéshez elengedhetetlen a kávé. Érdekes, mert tényleg igaz az, hogy az ember is változik, meg minden változik velünk, meg az életünk is, és olyannyira megváltozott, hogy azóta, mióta nem voltam nálad, azóta cukor nélkül iszom a kávét tejjel, csak úgy. Nem francolásból, így szeretem. Ennyi. Akkor így kérjük neked a kávét, és te is megkóstolhatod ezt a süteményt, amit Nádas Hajnalka alkotott a műsor számára. Mai vendégem az a nyíregyházi hölgy, aki a Feketén-Fehéren portré magazin legelső műsor felvételére is már Budapestről érkezett. Vagyis vele indult a műsor 7 évvel ezelőtt, 2011-ben. Az eltelt idő alatt, ahogyan ő fogalmazott, a gyászoló édesanyából, a munkát kereső médiásból motivációs előadó lett. Vendégem Lipai Marianna, aki bár színes, életkedves bögréjéből itta kávéját, a beszélgetést ezúttal is szívesen vállalta, feketén-fehéren. Hogy emlékszel vissza 2011 nyarára? Azt azért előzetesen fontos elmondanom, hogy Budapestről érkeztél arra a beszélgetésre. Az lehet a kiinduló pont a beszélgetésünkbe, és egy másik fontos mérföldkő, hogy életkedves bögréből iszunk most kávét. Tehát, hogy honnan, hová sikerült 7 esztendő alatt eljutni. Nagyon szépen köszönöm a kedves meghívást, ismételten az életkedves meghívást. Nagyon boldog volt a lelkem, ahogy szoktam fogalmazni, ugrált örömébe a lelkem, hogy ismét részese lehetek ennek a nagy sikerű műsornak, hiszen azért tudom, hogy nagyon sokan kedvelik és szeretik, és köszük vagyok én is. És én tényleg mindig jó szívvel jövök egyébként Nyíregyházára is, és ebbe a műsorba is. Na most az első kérdésedre a válaszom az, hogy hogyan emlékszek 2011 nyarára. Nekem van egy olyan jó tulajdonságom, hogy én szerintem valahol tudatosan törlöm az elmémből, meg a lelkemből, amit magam mögött hagyok. Nem csak a rossz emlékeket, vagy a fájóakat, vagy a szomorúakat, hanem úgy ámblokk. Nem tartom fontosnak már, hogy így ülök, és azt mondom, hogy ó, igen, az volt 2010, meg ó, 2013, tehát ez távol áll tőlem. Én tényleg nagyon szeretem megélni a jelent, de azért mégis a kérdésedre válaszolva, azért valami derengott 2011 nyaráról. Méghozzá egészen pontosan az, hogy akkor már síkideg voltam, hogy miért nem találok munkát Budapesten. Mert ugye azért az történt, ugye, akik lemaradtak esetleg erről az információról, azt hozzá kell tegyem, hogy ugye amikor én úgy döntöttem, hogy új életet kezdek, és innen elköltöztem Nyíregyházáról. Ez volt ugye 2011. februárjában. Akkor én ugye úgy mentem Budapestre, hogy én itt a rádióba, tévébe, mondhatni a mai kifejezésekkel, a biztos állásomat fölmondtam. És én hittem, nagybetűs hittel a lelkemben, hittem abban, hogy nem csak a szerelem van ott fent Budapesten, aki engem elvitt, és aki most egyébként a férjem, hanem lesz munka is, hiszen azért az ember kell, hogy értékelje magát, kell, hogy becsülje magát, és hogy tudja, hogy ő mire képes. Na most én ezt tudtam, hiszen azért 20 évig dolgoztam itt rádió tévében, és tudtam azt, hogy azért ott meg lesz. És nem ment azért ez olyan könnyen. És én emlékszem rá arra a nyárra, igen, hogy én nagyon sok helyre kopogtattam, nagyon sok helyen szerettem volna. Én abba szerettem volna dolgozni, hiszen az volt az életem.
nem jött össze, de mindemellett meg azért azt hozzá kell tenni, és utólag jövök csak rá, hogy azért az élet is talán szándékosan csinálta ezt velem, hogy nem kaptam akkor munkát, mert most már tudom, sokkal érettebben gondolkodva, meg egy kicsit bölcsebben, hogy a gyászt meg kell élni. Nem egyből fejest ugrani akár a munkába, mert persze a munka terápia, tehát nagyon jó felejtő cselekvés, pótcselekvés, vagy nem tudom, minek nevezzem, tehát az jó. De kell az a bizonyos gyász folyamat, amikor igen, belesüppedsz a gyászba, amikor egyedül vagy, amikor magányosan fekszel, kelsz, sírva, és ezt meg kell élni. És én megkaptam ezt az időt. Mondom, utólag jöttem erre rá, hogy a Jóisten miért csinálta ezt velem, de én akkor ezt másképp éltem meg, mert én, ahogy fogalmaztam, és sík ideg voltam, tehát én ideges voltam ettől. Én, aki imádok dolgozni, tehát az, hogy én otthon üljek, és csak mossak meg, na jó, főzök is valamit, mert hogy enni kell. Szóval így telt nekem ott az a 2011 nyara, és azért két évig ment ez így, hogy nem volt munkám. Amikor imádkoztam munkáért a Jóistenhez, ezekben az években, 2011-2012, akkor mindig hozzátettem, hogy Istenem, nem tudom, hogy mi a dolgod velem. Nem tudom, hogy miért nem tudok rádiózni, tévézni, ami az életem, de nekem csak azt kérem tőled, hogy abban segíts, hogy hadd tegyem boldoggá az embereket a jelenlétemmel, a gondolataimmal akár, vagy a hangommal, mindegy, csak ami bennem van, ami én vagyok. És ezt vette a Jóisten, azt mondta, nyugi! És akkor jött az életkedv az életembe, amivel most tulajdonképpen mondhatom azt, és kimerem mondani szívem minden rezdülésével, és a legőszintébben is a legnagyobb szeretettel, és a legnagyobb büszkeséggel, hogy bizony nagyon sok ember életét teszem boldoggá az életkedvvel, ami 2013-ban indult egyébként. És a gondolatokkal. Ez is olyan érdekes, mert visszakacsintok arra az évre, hogy még nem volt munkám. Kis laptopom, ölembe, esténként, ott ültem a bevackolva, kis teácska, citromos tea, és ez a valamit csinálni kéne. És mindig gyűjtöttem a gondolatokat. Ezeket az idézeteket, különböző idézetes oldalakról gyűjtöttem, amikor még nem volt életked. És azon gondolkodtam, amikor gyűjtögettem ezt, és volt egy könyvtárom. És ültem, és gondolkodtam, hogy Mariana, ez most olcsó játék? Tehát most, hogy miért is van ez? De persze akkor azokat a gondolatokat nekem is, mert akkor az én lelkem is nagyon beteg volt, ha azt nézzük, gyógyítottak azok a gondolatok. És utána egyszer csak jött az életkedv, és én is elkezdtem ilyen hasonló szép gondolatokat írni, és elindult valami csoda az életembe, amit úgy hívok, hogy küldetés. Amíg ez nem volt az alatt, az egy-két nehéz esztendő alatt jutott eszedbe, hogy inkább visszajössz Nyíregyházára? Köszönöm a kérdést. Szerintem bennem olyan erős volt a hit, hogy meg se fordult a fejembe. Tehát én nem vágyok a mai napig se. Én nagyon szeretek Budapesten élni. Pontosan tudom, hogy nekem ott a helyem, és én szerintem én már ilyen 85 éves Marianna néni is ott leszek. Remélem, ha Jóisten is úgy akarja. Nem merült fel bennem, tehát elkeseredettségembe se gondoltam azt, hogy mégiscsak, ja igen, utána még visszajött ugye a rádiózás az életembe, csak azt már Budapestről csináltam, de engem nem tett már az akkor, tudod, Ibolya, nem tett boldoggá. Csináltam, de akkor úgy éreztem, hogy valami más felé húz a szívem, magam se tudom, hogy hova, de hogy már nem nagyon ezt szeretném csinálni. Szóval nem vágytam vissza Nyíregyházára. De ahhoz képest nagyon sokat vagy itt. Na persze! Igen, hát jövök ugye az anyukámhoz, meg azért a temetőbe is természetesen Dominika sírjához is elég gyakran. Tehát nekem az első útam oda vezet, bár azért azt hozzászoktam tenni, hogy Domi nincs ott. Tehát, de olyan is volt már, hogy megérkeztem, és bizony mondjuk az idő miatt, hogy tudtam, hogy sok a dolgom Nyíregyházán, mert voltak teendőim, és fontosabb volt az anyukám, tehát amikor a sorrend, és azt mondom, hogy már például az élő szeretteim per pillanat most fontosabbak, mint az, hogy most kimenjek a egy sírhoz, és megnézem, hogy rendben vannak-e a virágok, vagy éppen vigyek két szelvirágot. Domi mindig itt van a szívemben, és itt is lesz, azt gondolom. Akkor is, ha kimegyek a temetőre, és akkor is, ha mondjuk hónapokig esetleg nem jutok ki a temetőre.
Azt gondolom, hogy a kedves nézők közül talán kevesen vannak azok, akiknél magyarázatra szorul, hogy mi is az az életkedv, de azért nyilván beszéljünk egy kicsit róla. Talán 5 év után már benned is teljesen letisztult fogalmak, és úgymond definíció alakulhatott ki, hogy mi is ez tulajdonképpen. Az, hogy napi szinten több mint 260 ezer követőd van, aki kíváncsi rád, aki kíváncsi, hogy éppen mi fogalmazódik meg benned az élet melyik területével kapcsolatban, mindenki elolvashatja, hiszen ezt közé teszed. Van olyan nap, hogy akár többször is kapcsolatot létesítesz a követőiddel, akiknek a száma, mondhatjuk, hogy vészesen nő. Igen, mert a statisztikát is tudom, most tényleg az van, hogy 2 naponta 1000 életkedvelő csatlakozik, és ez csodálatos. Az életkedv, igen, és most azok kedvéért szeretném mondani, akik esetleg tényleg még soha nem hallottak róla, 2013-ban indult, és elkezdtem írni. Akkor csináltam egy ilyen blogot. Ez egy megfoghatatlan dolog, tehát itt nem most egy fizikális tudom, dologról igen. van szó, nem, hanem nem, egy folyamatról. Ez tényleg így van. A lelkemben megszületett gondolatokat igazából gépre vittem, és megosztottam az internet közösségének. Akkor még csak egy egyszerű blog, tehát akkor még nem kell ezekre a nagy közösségi oldalakra gondolni, ami most megy őrület, hanem egy egyszerű csináld magad akciós blog. És azt vettem észre, hogy eltelt 2-3 hét, és több ezren olvasták, de mondom, ezek például nem voltak szomorú gondolatok, tehát mindig próbáltam úgy csinálni, hogy ezek a gondolatok felemeljék az embert, tehát a lelkébe valami jót vigyenek, tehát hogy érezze az olvasó, hogy igen, mint ahogy én megéltem a poklot, ő is megéli a saját életébe, de felül kell kerekedni mindenféle poklon. És ha túl akarjuk élni, meg élni szeretnénk, akkor ki kell őket ebből emelni, mert magamat is kiemeltem. És az írással tulajdonképpen saját magamat kezdtem el gyógyítani, aztán rájöttem én erre, és akkor olyan szintre hoztam saját magamat, hogy most már másokat is fel tudok hozni, csodálatos szintre emelek embereket, tehát a legcsodálatosabb elismerés például most legutóbb pár hete érkezett, hogy privát levélben írt nekem egy hölgy, hogy nagyon sok orvosnál járt eddig, és mondta, hogy aztán rájött, hogy neki nem kell gyógyszer, meg orvos, én kellek neki. És ezek csak a videók, a gondolatok, amiket olvas, beszerezte a kiskönyvemet, és napi szinten nézi, olvassa, és egyszerűen viszi be, nem az elméjébe, hanem ahogy ő fogalmazott a lelkébe, mert ezeket a gondolatokat oda kell, hiszen az a központ, ugye mindig azt hiszük, hogy az agyunk meg az elménk. Persze, az, hogy most mit tegyek, most szalámit vagy parizelt, oké, de mindenféle döntésért szinte a lelkünk a felelős, mert érzelmi alapon döntünk nagyon sok mindenről. És én nagyon büszke vagyok erre, hogy azáltal, hogy én elkezdtem gyógyulgatni, nagyon sok ember tudok most már úgymond lelkileg meggyógyítani, vagy legalábbis kibillenteni a kis rossz, kis megposhat kis életéből, ha fogalmazhatok így, nem szép kifejezés, de az emberek bele vannak poshadva a saját életükbe. És nekem ez a tervem, meg ez a célom az életkedvel most már 5 éve, hogy én rendszeresen írok, reggel írok, este írok, nem bírom megunni, és csak jön belőlem a gondolat a lelkemből, tehát innen tudom, hogy ez egy küldetés. A barátnőm, amikor elkezdtem csinálni ezt az egész életkedvet, és eltelt már 1/2 év vagy 1 év, és rengetegen voltunk, és azt mondta nekem, hogy Marianna, te tudod, hogy azért ez egy nagyon nagy felelősség. És úgy akkor elgondolkodtam, hogy ó, igen, de ó, menni fog ez nekem. És utána rászem, hogy 1-2 hétre egyszer reggel úgy keltem föl, hogy ez a, így belém villant valami, de olyan, úgy megborzongtam, hogy úristen, én tegem ez tényleg, tehát hogy fogom én ezt bírni, az, hogy minden nap újat írok, meg minden nap valami újat adok az embereknek, de aztán gyorsan elhessegettem ezt, mondtam, Marianna, nem, csinálod, jó vagy, biztatod magadat, hát magamtól jobban senki nem tud engem biztatni. És valóban így is volt, hogy ment ez, és megy a mai napig is. Szóval olyannyira megy, hogy reggel képes vagyok újat írni, meg este. És szeretem csinálni, és az tényleg egy küldetés. Ezt szenvedéllyel csinálom, mi bajom, nem tudok más jelzőt mondani rá. Szenvedéllyel. Igen, sokan vannak azok, akiknek nem elég az, hogy csak elolvassák, amiket írsz,
szeretnének veled személyesen találkozni. Hány éve van az, hogy járod az országot határon túlra, és elhívnak, és különböző típusú előadásokkal, beszélgetésekkel tudod szebbé tenni az emberek napjait? Tulajdonképpen az előadások is már mennek, vagy 4 éve. Egyszerűen az is úgy bejött az életembe. Én nem, na hát ezt aztán végképp nem terveztem, mert ugye persze azért valahol tudok beszélni. Ez a Schwarzeneggerrel egy színpadra lépni. Hát igen, még az is nagyon kellemes élmény volt. Igen, arra is nagyon büszke vagyok, igen, és ott ráadásul még műsorvezető is voltam. Tehát nagyon jó volt. De az előadások tényleg azok is úgy egészen véletlenül jöttek az életembe, és nagyon szeretem csinálni. Hát az első előadást, amikor így lenyomtam, akkor utána azon gondolkodtam, ott ültem, így hullafáradtam, így elfáradtam, hogy ez én voltam. És az emberek utána így megözönlöttek, és mint komolyan mondom, mint valami jelenést láttak volna. És hát utána persze mondanom se kell, hogy nőtt az életkedvelők száma, és azt mondtam, hogy úristen, ezt én műveltem, hogy jé, én ezt is tudom, jé, nem csak leírni tudom, hanem el is tudom mondani nekik. Valószínűleg. Nem. És gyönyörű, és azóta is megy ez, és én tényleg az van, hogy én valamelyik nap pont írtam egy szöveget magamról, az előadásaimról, hogy most lesz hamarosan ősszel elég sok, nagyon sok városban megfordulok majd, és ott írtam egy pár mondatba ezt, hogy milyen érdekes, hogy a gyászoló anyából motivációs író, meg motivációs előadó lett, és én tényleg annak vallom magamat. Mert az életkedv azért az hozzá kell tegyem, azért az nem a lányomról szól, közel sem. Tehát, hogy ennek nincs köze már, úgymond hozzá. Az elején volt, igen, mert ő belőle indult ki, de sokan félreértelmezik az életkedvet. Tehát, hogy ez nem, ez előadásom, a 2 órás előadásom, az nem arról szól, hogy én a Dominikáról beszélek 2 órán keresztül, akkor nem lesz semmi értelme. Hát most mindenki ki tud állni és beszélni a saját gyerekéről. Tehát, hanem én tényleg arra motiválom az embereket, csodálatos anyagokat rakok össze, prezentációs anyagokat, amiben azért a hálától kezdve a boldogságig, a szeretetről van szó, elengedésről, elfogadásról, tehát olyan témaköröket érintek egy-egy előadáson, ami bizony a mindennapi életünk szerves része, és elengedhetetlen része, amiről kell beszélni, a halálról például. Emberek így befogják a fülüket, hogy nem akarok róla hallani. Pedig kell, sőt, azt is meg kellene igazából egy családon belül beszélni. Most én elmondtam a férjemnek, hogy ha velem valami történik, én ilyen temetést szeretnék, ilyen virág legyen, nem ciki, hát honnan tudja, ha én elmegyek véletlenül és előre kell mennem? Én majd fentről fogom látni, na, nem is ilyen virágot akartam. Mert rittik, hogy nem ilyen virágot. Szóval humorizálva kell erről akár beszélni, és én ezt szeretném az emberekkel megértetni, hogy ez, ha erről beszélnek, ez legalább olyan téma legyen, mint az, hogy és hova vagyunk nyaralni, ki hova szeretne, te hova szeretnél, kislányom, te, na, és akkor összedugjuk, és megbeszéljük, tehát ez is az életünk része. Szóval én ilyenekről beszélek az előadáson, és boldog vagyok, hogy látom azt a sok embert, föláll az előadás végén, és látom, hogy van bennük valami tetvágy, és a tetvágy nem egy napig tart. Nem volt még Ibolya olyan életkedvelőm, aki azt írta volna nekem, hogy előadás után erő, energia, csinálja, és nem volt olyan, azt írta volna egy hónap múlva, hogy ez egy hülyeség. Nem megy. Persze, hogy nem fogja nekem azt írni, hogy egy hülyeség, és tudod, miért nem fogja? Mert én nem technikákat mondok, Ibolya. Én nem azt mondom, hogy állj a tükör elé, és mondd azt, hogy erős vagyok, erős vagyok. Én nem kérlek arra, hogy 10-szer mondd el egymás után, és elhiszed magadról, hogy erős vagy. Én egy egészen más útját választom annak, hogy én elhitessem veled azt, hogy te erős vagy, és meg tudod csinálni. És az bőven elég, hogy belenézek az illető szemébe. Komolyan. Ez olyan egyszerűnek tűnik, ahogy beszélsz róla, de biztosan idő kellett neked ahhoz, amíg önbizalomra találtál ehhez. Mert egész más az, hogy szerepelünk televízióban, felmegyünk színpadra, levezetünk egy műsort, azok is mi vagyunk, természetesen. Ott nyilván, amit várnak tőlünk, azt meg is tesszük. Persze ez egy őszinte nyílt beszélgetés, általában ennek a sorozatnak minden epizódja ilyen.
de azért, amiről te beszéltél, az egy sokkal súlyosabb dolog, amire az embernek, ha rájön, hogy van egy ilyen képessége, talán meg is ijedhet tőle egy kicsit. Az, hogy erős? Tehát, hogy ilyen képes, tehát igen, hogy ilyenre vagy képes. Ja, hogy én? Ja, azt hittem, hogy az ember maga megéld magától, hogy jé, erős vagyok. Ja, azt hiszem, arra gondolsz. Nem, ha visszamegyünk, akkor igen, hogy te, amikor erre rájöttél, hogy hatással vagy más emberekre. Érdekes ez, mert én nem ijedtem meg ettől. Sőt, mi több engem, ahogy jobban éreztem ezt, hogy az emberek elhiszik nekem, amiről beszélek, és egy kicsit lögdösöm őket ide-oda. Tönt a biliárdgolyó, tudod. Tehát, hogy engem ez még jobban doppingolt. Én is azt éreztem önmagamon, hogy még többre vagyok képes. Hogy még több ember sorsát tudom kicsit jobbá tenni. Nem megváltoztatni, hanem a sorsán belül egy kicsit jobb életet csinál jön magának ő saját maga, érted, Ibolya? Tehát én nem tudok senki helyébe ott lenni, nem tudok helyette cselekedni, de én például nagyon szeretem a szeretet szót használni. Tehát az emberek nem szeretik már a szeretet szót. Én tudom, mert azt hiszik, hogy egy ilyen rossz világot élünk, meg hogy a világ ilyen, meg hogy a világ visz bennünket, meg a világ kiöli belőlünk a szeretetet. Nem. Senkinek nem tartanak puskát a fejéhez, hogy figyelj, mától ne szeressél, mert fejben lőlek. Tehát nem. Van döntési jogod minden egyes nap, amikor fölkelsz, hogy szeretet van benned, vagy gyűlölet. Én nagyon sok mindent szeretettel közelítek meg, Ibolya, az embereket is. Én azt is szeretettel közelítem meg, aki engem bekóstol mondjuk a közösségi oldalon, mert ilyen is van. Aki mondjuk nem ért velem egyet, mert ő csak azt látja bennem, hogy én vagyok egy anya, és a gyerekem halálából csinálok pénzt, pedig nem. Az én munkám, az én küldetésem, de a Jóisten felhatalmaz, és sokkal többettől. Én ezeket az embereket is szeretettel közelítem meg. Én soha nem írtam még senkinek olyat vissza, hogy elmész te? Nem. Nem küldtem el soha senkit. Odaírtam neki, hogy nyugalmat kívánok a lelkednek, meg gyógyulást. Én nem nagyon szoktam elolvasni azokat a megjegyzéseket, amelyeket írnak, akár ugye újabban vannak videó üzeneteid is, és számozod ezeket, tehát azt is pontosan lehet tudni, hogy hány darab ilyen van. Ugye vannak az egy pár mondatos, és vannak a kicsit hosszabb lélegzetvételű írásaid. És egyik alkalommal nem tudom miért, mert hogy marha sok megjegyzés van mindegyikhez, hát azt idő végig olvasni, de gondolom neked is. Elolvastam egy ifjú hölgy megjegyzését, de lehet, hogy éppen akkor kellett elolvasnom, és azt írta, hogy egy ilyen őszinte véleményváltozást írt le, mert azt mondta, hogy ki ez a nő, aki minden nap ennyit beszél, aki állandóan ír, és azt mondta, leírta ebbe a megjegyzésbe, hogy úgy döntött egyik alkalommal, hogy megnézi, és nem tudta abba hagyni, és elkezdte a többit is megnézni. És hogy teljesen megváltozott nyilván a hozzáállása, de hogy az első reakciója ez volt, hogy sokszor beszélsz, meg sokat beszélsz, meg mit tudsz állandóan valamit mondani, hogy valami kényszered van, és akkor őszintén leírta, hogy megváltozott a véleménye. Nagyon, nagyon sok ilyen jelzést kaptam, legutóbb is kaptam egy ilyen levelet. Ő konkrétan egy ismerősöm, akivel életemben kétszer találkoztam egyébként, egészen más helyszínen, más városban, valami rendezvényen, és úgy megismerkedtünk, így lettünk ismerősök Facebookon, mindegy, és az a lényeg, hogy neki például neki a párja, meg az édesapja, azt hiszem fél éven belül mind a kettő, tehát így egyszerre ment előre. Ez most volt egyébként nemrég, és most írt rám éppen a napokban, hogy egy beismerő vallomással tartozik nekem. Ő nagyon régóta figyelemmel követi az én életkedvemet, és igazából már sokszor el se olvasta a gondolataimat sem, meg semmi, mert nem értett egyet azzal, amit csinálok. És most szeretne elnézést kérni tőlem, mert most tudja, hogy miről írtam. Tudja, hogy miről beszélek, tudja, hogy mivel akarok az embereknek segíteni. És ezért elnézést kér. Most értette meg. Szóval minden csak időkérdése, hogy ki mit ért meg ebből. Én ezért nem haragszom azokra az emberekre, akik nem értik az én küldetésemet, mert mindennek megvan a maga ideje.
a megértésnek is. Valószínűleg is akarsz mindenkihez szólni. Meg a megérésnek is. Mindenre meg kell érni, Ibolya. Úgyhogy az élet szép szerintem. És igen. Ettől szép, hogy nem vagyunk benne egyformán. Azt hiszem erre a bögrére is az van írva, hogy tényleg, ez, igen. Az élet szép. Én arra emlékszem, hogy mi beszéltünk egy könyvről. Vannak már kézzelfogható dolgok, amiket megalkottál, válogatások az idézetekből, van napló, meg különböző nevű kis könyvecskéid vannak, de azok könyvecskék. De én arról a könyvről beszélek, amiről egyszer nekem említést tettél. Amire én azt mondtam jelzőként, hogy a nagy könyv. Igen. A nagy könyv. És ez a nagy könyv, ez még mindig csak a lelkemben van, és minden vágyom, hogy megírjam ezt a könyvet, és most már azt gondolom, hogy most már talán az is körvonalazódik, hogy azért ennek két variációja van. Egy ilyen igaz történetes, önéletrajzos, mi volt, hogy volt könyv, meg ami én vagyok, meg ami vélettem, vagy pedig egy motivációs könyv. Azért szoktam ilyen közvéleménykutatást csinálni az életkedvelőim között. Egy-egy előadás után így fölteszem a kérdést nekik, hogy figyeljetek, lesz egy könyv, mit szeretnétek, hogy milyen legyen. És érdekes módon én azt vártam, vagy azt gondoltam volna, hogy azt fogják válaszolni, hogy motivációs, az kell. Nem. 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 És azt mondták nekem, hogy azért nem motivációs könyvre vágynak velem kapcsolatosan, mert bemennek a könyvesboltba, és konkrétan egy polcrendszer van. Pozitív gondolkodás. A példádra vágynak valószínűleg. Úgyhogy nagyon szeretném ezt a történetet majd megírni, de ahogy már a műsorban is tettem említést, és ez az egy mondat már elhagyta a számat, hogy mindennek eljön a maga ideje, és biztos, hogy nem véletlen, hogy ez a könyv még nem született meg. Én nem is vagyok ez az elkapkodós, siessünk, minden legyen azonnal, pedig nőlétemre ez persze olyan vagyok, hogyha tudod, ez amikor a férjednek azt mondod, hogy ez a szekrényt arrébb kéne tolni, akkor most azonnal, de rögtön, tehát nem ér rá egy hét múlva. Most, érdekes az élet kedves dolgokkal, nem vagyok így. Ebben van egy számomra egy ilyen nyugalmi állapot, hogy tudom, hogy minden a helyére kerül, és minden meg lesz akkor, amikor meg kell lennie. És a könyvvel is így vagyok, úgyhogy reméljük, hogy hamarosan. A végére kettő nagyon rövid. De nem könnyű kérdés. Az egyik az, hogy vágysz-e még arra, hogy országos televízióban vagy rádióban vezethess műsort? Most erre lenne egy válaszom, csak akkor tuti, hogy ki fogják forgatni a szavaimat, de ezt csak poén szinten szoktam azt mondani, hogy van az a pénz, amire az ember elvállalja, de nem vágyok rá. Nem, nem, nem. Én határozottan az életkedvet szeretném csinálni, és annyira megtaláltam az utamat, hogy nem. Jött nekem közben még plusz rádiós műsorom, és azt se vállaltam el. Mert az életkedv mellett egyszerűen mondtam, hogy nem megy. Tehát az életkedv nem mehet semmi más rovására. Tehát érted, mit mondok? Tehát nem szenvedhet hiány semmibe. Tehát az életkedv az első. És utána, ha esetleg valami olyan kis meló, hogy tévébe, hogy így oda kell mennem, fél óra felmondom, csá, mehetek, az belefér, megcsinálom, de az, hogy én, tehát hogy ott legyek, úgy nem, tehát határozott nem a válaszom. A másik az ennél súlyosabb kérdés, hogy szerinted lesz-e még anya? Ha rajtam múlik, akkor nem. De mint tudjuk, Isten tervénél nincs jobb terv. És én meg nem tudom miért, de én azt érzem, hogy ő még azt szeretné, hogy az legyek. De én nagyon jól vagyok így, köszönöm szépen. Tényleg. Az életkedv lett a második gyermeked. Tökéletes megfogalmazás. Mindig ezt szoktam mondani. Kicsit lehet, hogy dilisnek is tűnök, valaki azt mondja, na ez a nő már beteges, de csodálatosan megfogalmazva. Igen, nekem az életkedv lett a gyermekem. És nagyon szeretem. És az ember... Hogyha valami boldoggá teszi, akkor éljen úgy, annak a boldogságában, és abban fürödjön. Az ember mindig találja meg, hogy mi az, ami örömmel tölti el. És ezt szoktam mondani hölgyeknek, nőknek, hogy nem biztos, hogy mindig a gyerek az, ami az ember boldoggá teszi. Tehát ha még nincs gyerek, akkor keressünk más örömforrásokat is, ami boldoggá tesz. Hát én megtaláltam. Hát legyen ez a végszó. Köszönöm, hogy újra eljöttél. Én is köszönöm. Thank you.
A feketén-fehéren sütemény megalkotója a Drazsé cukrászda. A műsor támogatja a Máté Szalkai 15-ös számú delikátesz ABC, a Reál Üzletlánc tagja.